Köszöntöm a Pannon Televízió híradójának nézőit. Először is nézzük a nap legfontosabb híreit egy-egy mondatban. Martonoson tanácskozást tartottak a koszovói romák kapcsán a faluban kialakult helyzet miatt. Bosznia és Hercegovinán keresztül szeretnének Olaszországba jutni a Horgos környékén tanyázó bevándorlók. 100 kiváló tanulmányi eredményekkel rendelkező fiatal orvosnak adnak munkát és továbbképzési lehetőséget Szerbiában. Legkésőbb 2023 végére el kell készülnie a Budapest-Belgrád gyorsvasúti vonalnak, mondta Pekingben Szijjártó Péter. Szerbiában a mai napra tiltakozó megmozdulást jelentettek be a magas üzemanyagárak miatt. Vajdaságban, így Szabadkán is több helyen lezárták az utakat. A várost járja kollégánk Agárdi Gábor jelen pillanatban a Pátria szállónál van. Szia Gábor, mit tapasztaltok? Mit lehet tudni, meddig tart a tüntetés? Szervusz Gertrud, köszöntöm a Pannon Televízió nézőit. Mintegy 5 órakor kezdődött a megmozdulás, akkor indultak útnak a civil szerveződésnek a tagjai, és elmondták, hogy lényegében a Szegedi út, vagy ismertebb nevén a Palicsi út egész hosszát szeretnék lezárni, a fontosabb körforgalmakat, valamint kereszteződéseket, azzal a céllal, ahogy már elhangzott, hogy tiltakozzanak az emelkedő üzemanyagárak ellen, és azt mondták, hogy úgy fogják obstruálni a forgalmat, hogy betartanak minden szabályt, tehát békésen nem fognak senkit sem zavarni, illetve nem fognak meggátolni senkit a haladásban, hogyha valakinek valami nagyon sürgős, halaszthatatlan ügye van, azt mondták, hogy nem fogják erővel visszaállítani és megtartani, illetve feltartóztatni. Annyi még fontos, hogy még körülbelül egy 30 percig fog tartani a megmozdulás, azt ígérték a szervezők, utána pedig remélhetőleg visszaáll a rend Szabadkán, illetve ezen az útszakaszon, és ahogy már mondtam, egész a Szegedi út környékén több kereszteződésen fenntartják a forgalmat, a kollégám meg is tudja mutatni, hogy mi is történik most, és lényegében azok is nagyon elégedetlenkedtek, ugye a tüntetők, a tüntetés miatt, illetve azok is, akiknek várniuk kellett, ők pedig dudaszóval jelezték azt, hogy szeretnének tovább haladni, és nem egyeznek azzal, ami történik. Agárdi Gábornak köszönjük szépen. Martonoson a helyi közösség épületében a Magyar Kanizsai Önkormányzat szorgalmazására tanácskozást tartottak a koszovói romák kapcsán a faluban kialakult helyzet miatt. Érdembeli megoldás nem született, azonban a párbeszéd megindult a Roma Nemzeti Tanács és a helyi önkormányzat között. Évek óta élnek betelepült romák Martonoson, ám a helyiek állítása szerint az újonnan érkezett koszovói romák okoztak gondot az elmúlt pár hónapban. A martonosiak szerint leginkább a romák illetlen viselkedésével, garázdálkodásával van problémájuk, amelyek mindennaposak lettek az elmúlt pár hónapban. Tehát a martonosi helyzet most már az van, hogy lassan tetejére hág, de hogy ne összpontosítsunk, hogy az összroma ilyen, hanem van itt egy csoport, 10 éves gyermek, aki se iskolába nem jár, szerintem regisztrálva sincsenek, mert ha regisztrálva lennének, akkor a szociális központ bírt volna, már lépnének kiskorúak. A kialakult helyzet megoldására fókuszálva tartottak tanácskozást. Fejsztámer Róbert, Magyar Kanizsa polgármestere ismertette a problémákat a meghívott képviselőknek. Nagyon sok olyan kérdés fölmerült a mai megbeszélésen, ami főleg a rendőrségnek a hatásköre, és a rendőrségnek a feladata, hogy leellenőrizze, melyik házakban, hányan laknak, bejelentették-e magukat, kik ők egyáltalán, tehát hogy tudjuk, hogy kikkel állunk szembe. A tanácskozáson érdemben nem született konkrét megoldás, ám a párbeszéd megindult a Roma Nemzeti Tanács és a helyi önkormányzat között. Ono što smo mi danas presedni, komo je opština rekli sa lokalnom samoupravom, što smo danas popričali pod potpredsjednikom za koordinaciju bezbednosti, to je upravo da se ta strast nekih pojedinaca sa većinskih strana ne treba ići na ovakvom nivou, nego na dijalog. Az ügy kapcsán a következő lakossági fórumra a június 16-án kerül sor Martonoson.
aláírásgyűjtésbe kezdtek a Bánáti Melencén. Azzal a kéréssel fordulnak az illetékes szervekhez, hogy tegyék átláthatóvá a települést érintő tömeges betelepítést, és az illetékes városi, tartományi és köztársasági intézmények nagyobb figyelmet szenteljenek a betelepítések nyomán kialakult szociális és biztonsági helyzetnek. Nyugodt, csendes városkép fogadta stábunkat a Bánáti Melencén. Amikor azonban szóba elegyedtünk a helyiekkel, hamar kiderült, hogy milyen nagy a felháborodás az emberek között. Amint egy 200 betelepített koszovói roma család miatt aláírásgyűjtésbe kezdtek, mivel véleményük szerint ezek a családok nem mutatnak nyitottságot afelé, hogy integrálódjanak. Svetozár Nadlacski a petíció kezdeményezői közé tartozik, és annak első aláírója. Nisam ja protiv njih, niko nije protiv njih, ali mi imamo neki drugi kodeks ponašanja. Oni se ovako ne ponašaju, kao mi smo miroljubivo selo, ali sad je svaki treći građanin, malte ne, sa Kosova. Ajde da se to ne razumem baš to da je sa Kosova. Ne znam kako bi se mi osjećali tamo, to bi baš volio da vidim. Pošto sad gledamo šta se sve dešava ovdje i šta ima. Ali ne osjeća se niko bez, prazno je selo uveć, posle 10 sati nema nikog napolje. Vajda Tereza 2000 óta él a faluban. Mint mondja, azért költözött ide Újvidékről, hogy nyugodt környezetben élhesse öreg napjait. Krádu. Dosad kao nije bilo. Ja ne znam, mislim, ovi što kažu meštani ovdašnji, da to nije bilo. Od ovdašnjih Roma, ovi što su se doselili. Deca, te polome vočke na ulici, sad su neki dan nekome u baštu ušli, neku noć u baštu ušli, šta ja znam, dobro nešto su verovatno odneli i upropastili dosta stvari. Több helyi polgárral is beszéltünk, mindazt mondják, nem érzik magukat biztonságban, megnőtt a lopások száma, a szülők nem engedik gyermekeiket egyedül az iskolába. Ezt a petíciót egy szemmel láthatóan felháborodott nő nyomta a kezembe. Azt mondta, ne vegyük fel a kamerával, de ne is bolyongjunk itt a központban, ide adja ő nekünk rögtön a petíciót, és megláthatjuk, hogy pontosan mit követelnek, és milyen kéréssel fordulnak az illetékes szervek felé. Azt mondta, alá is írhatjuk, vagy akár toborozhatunk is nekik. Az illető hölgy, aki nem vállalta, hogy kameránk elé álljon, elmondta, felháborítja őket az, ahogyan a petíció ügyét a sajtóban kezelték. Az aláírásgyűjtőket ugyanis idegengyűlölőknek nevezték, pedig erről szó sincs, mesélte az asszony. A petíció szövegében az áll, hogy átláthatóságot és nagyobb odafigyelést kérnek az illetékes községi, tartományi és köztársasági szervektől, ami a tömeges betelepítést illeti. A szövegben tömeges betelepítésként a 100-nál több betelepített lakos említik. Telefonon megkerestük a nagybecskereki polgármester kabinettjét, ahol azt mondták, addig, amíg hivatalos úton nem juttatják el hozzájuk a szóban forgó petíciót, nem nyilatkoznak a témával kapcsolatban. A helyiek elmondása szerint eddig mintegy 1000 aláírás gyűlt össze a mintegy 5-6 ezer lakos számláló bánáti településen. Bosznia és Hercegovinán keresztül szeretnének Olaszországba jutni a Horgos környékén tanyázó bevándorlók. Saját elmondásuk szerint Szerbia csupán egy tranzitország a számukra. A településen élők nap mint nap találkoznak migránsokkal. A helyi közösség illetékese szerint Ramadán idején főként éjszaka jelennek meg a bevándorlók a település központjában. Itt a mögöttem is látható elhagyatott telephelyen húzódott meg egy csoport migráns, azt mondták, hogy Boszniába tartanak. Egyébként még azt is megtudtuk tőlük, hogy ilyenkor a Ramadán idején aludni szoktak leginkább, illetve imádkozni, élelmet és vizet nem vetnek magukhoz. Lepényt sütöttek maguknak a Horgos környékén tanyázó bevándorlók. A Ramadán miatt, ami június 14-éig tart, csak napnyugta után fogyaszthatják majd el. A határ menti településen elhagyatott épületekben éjszakáznak a migránsok. Azon az egykori telephelyen, ahová stábunk is bejutott, egy imasarkot is kialakítottak. Bár Bosznia felé folytatnák az útjukat, mégsem az számukra a kijelölt célország. A bevándorló arcát nem vállalva nyilatkozott. I'm going to Bosnia, maybe 5-7 days. Bosnia to Croatia, maybe like this. At last go to Italia. And why do you want to go to Italy? Italy, I'm going to Italy, so Italy is good city, here no good, everything.
no good. Annak ellenére, hogy a településre nehezedő migrációs nyomás csökkent, a helyiek továbbra is naponta találkoznak a bevándorlókkal, mondta Bende Aranka. Minden áldott nap, amikor jövök a faluban, mindig találkozok migránsokkal, úgy délelőtt, mint délután. Minden szakában vannak a faluban, mindenfelé található. És nagyobb csoportokban szokt őket látni, vagy néhány szeméről van szó? Attól függ. Van, amikor nagyobb csoportokban vannak, van, amikor kisebb, van, amikor egy-két szemét lehet látni. Makra Ferenc ritkán jár Horgos központjában, de ő is tapasztalta a migránsok jelenlétét. Az elmúlt években volt, mikor egész csoportosan jöttek, volt, mikor csak egyesével, kettesével. A főként közel-keletről érkezők a Ramadán ideje alatt leginkább esténként bukkannak fel Horgos központjában, mondta Sors Róbert. A helyi közösség tanácselnöke kifejtette, nincs pontos számadat arról, hogy hány migráns lehet a faluban. Nálunk évek óta ugye ez a történet folyik. Hát jelen pillanatban ugye azt kell, hogy elmondjuk, hogy tudni kell, hogy Ramadán van, tehát ilyenkor ezek a menekültek is elhúzódnak, és ha megjelennek valahol, akkor csak este, éjszaka. A bevándorlóktól megtudtuk, hogy nem szeretnének sokat időzni Szerbiában. Az útjukat pedig azért Bosznia felé folytatnák, mert az elmondásuk szerint ott egyszerűen átjuthatnak a határon. Decembertől vagy januártól emelkednek a nyugdíjak Szerbiában. A pontos dátumot szerdán jelentik be, nyilatkozta Színés Amália Tanyugnak. A pénzügyminiszter elmondta, az államkasszában elegendő pénz van, hogy a következő években folyamatosan nőhessen az időskori juttatás összege. Mint mondta, a Nemzetközi Valuta Alappal hétfőn tárgyalnak a közszférában dolgozók bérének emeléséről. Az IMF-fel folytatott találkozón szó lesz a közvállalatok reformjáról és egyes adók csökkentéséről, valamint arról is, hogy van-e lehetőség csökkenteni az üzemanyagra kiszabott jövedékkiadót. 100 kiváló tanulmányi eredményekkel rendelkező fiatal orvosnak adnak munkát és továbbképzési lehetőséget Szerbiában. A kormány így szeretne javítani az egészségügyi rendszer helyzetén. Most több tucat szakemberrel írták alá a munkaszerződést. Mása Josipovic 10-es átlaggal fejezte tanulmányait, és a Cambridge-i Egyetem ösztöndíjasa volt. Most azon fiatal orvosok közé tartozik, akik munkát kapnak Szerbiában. Ukazana mi je čast da se u svoje ime i u ime svojih kolega sa pet državnih fakulteta medicine zahvalim na ovom izuzetnom činu kojim ste nam omogućili da ostvarimo svoju najveću želju da radimo i usavršavamo se u svojoj zemlji okruženi rodbinom i prijateljima. Az egészségügyi minisztérium döntése értelmében azokat a diplomásokat segítik, akik tanulmányaik során a legjobban teljesítettek. A döntéssel a sikeres orvostanhallgatók külföldre való elvándorlását szeretnék megakadályozni. Ovih 100 najboljih, najboljih od najboljih, će danas dobiti ne samo posao, oni će od početka, odnosno od ponedeljka, krenuti da rade. Oni će dobiti specijalizaciju. Država će im platiti specijalizaciju. Oni će dobiti plaćene doktorske studije, što znači čim završe doktorske studije, završe specijalizaciju, imaju otvorena vrata da postanu nastavnici na medicinskom fakultetu. A 100 egészségügyi diplomás közül többel munkaszerződést kötöttek. Az eseményen Alekszandar Vučić is jelen volt. Az államfő elmondta, ezzel a fiatalok lehetőséget kaptak, hogy ne csak a saját, hanem az egész ország jövőjét építsék. A mostani szerződés aláírás csak a kezdet. Ja se nadam i ovo danas i posle razgovora sa ministrom zdravlja moje obećanje to je da ćemo na svakih 6 meseci tražiti novih 50 najboljih, omogućavati im i specijalizaciju i doktorske studije i time na najbolji mogući način ulagati u naše zdravstvo. Ez nem csak a fiatal orvosoknak nagy nap, hanem az államnak is, mert ezáltal érdekükben áll itthon maradni a szakembereknek, hangsúlyozta Vučić.
Legkésőbb 2023 végére el kell készülnie a Budapest-Belgrád gyorsvasúti vonalnak, mondta Pekingben Szijjártó Péter. A magyar külgazdasági és külügyminiszter a Budapest-Belgrád vasútvonal háromoldalú projektjéről először a kínaiakkal tárgyalt, majd a magyar-szerb-kínai kormányközi munkacsoport ülésezett. A szerb felett Kern Imre infrastruktúrafejlesztési államtitkár képviselte. Szijjártó Péter elmondta, a Budapest-Belgrád gyorsvasúti vonal lesz a leggyorsabb szállítási útvonal Görögországból Európa belsejébe. A magyarországi szakasz építésének tenderére két konzorcium nyújtott be érvényes jelentkezést. Ezek közül a győztes ajánlattevővel legkésőbb az idei év végéig aláírják a szerződést. A tervezési és engedélyeztetési folyamat legfeljebb 2 évig tarthat, a kivitelezés maximum 3 évig. Legkésőbb 2023 végére a Budapest-Belgrád vasútvonalnak el kell készülnie, hangsúlyozta Szijjártó Péter. Belgrádban tárgyal jövő hét szerdán Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminiszter Alexander Antić szerb energetikai és bányászati miniszterrel, valamint Tumenjuka Petkova bolgár energetikai miniszterrel. Szijjártó Péter előbb kétoldalú megbeszélést folytat a szerb energetikai miniszterrel, majd háromoldalú miniszteri találkozót tartanak. A magyar külgazdasági és külügyi tárca egyelőre nem közölte, mi lesz a találkozók témája, ám feltételezhetően a térség energiabiztonságának javításáról esik majd szó. Magyarország a Balkán kapuja, ezért elemi érdeke, hogy Szerbia stabil és erős ország legyen, mondta Orbán Viktor a Kossuth Rádió 180 perc című műsorában. Sok energiát fektetek abba, hogy a történelmileg nem könnyű szerb-magyar kapcsolatokat átalakítsuk. Támogatjuk a határvédelmet és igyekszünk jó viszonyban lenni Szerbiával, hangsúlyozta a magyar miniszterelnök. Hozzátette, igyekszünk megbízható baráti országként kapcsolatot építeni a déli szomszéddal. A migrációs hullám felerősödik a Balkánon, ami kihívást jelent, nekünk pedig stabil szomszédok kellenek, tehát segítséget kell nyújtani nekik, fűzte hozzá a kormányfő. Az alkotmánymódosítással kapcsolatban kifejtette, az alaptörvény módosítása kimondja, hogy idegen népes betelepítése Magyarországra tilos. Kiemelte, népességcsere zajlik Európában. Azért akarják tönkretenni Európát, mert abból nagy profitot remélnek, a pénzügyi spekulánsok már csak ilyenek, fogalmazott. Szerbia készen áll a tárgyalások folytatására Pristinával, jelentette ki Alekszandar Vučić. Szerbia államfője kiemelte, hogy ez egy újfajta tárgyalás lesz, és még június vége előtt sor kerülhet rá. Úgy véli, jó, hogy az Európai Unió vállalta a közvetítő szerepét, de be kellene kapcsolni a folyamatba Oroszországot és Kínát is. Miért csak azok az országok vehetnek részt a megoldás kidolgozásában, amelyek elismerik Koszovó függetlenségét, tette fel a kérdést Vučić. Hozzátette, Szerbia a tárgyalások folytatásában is kérni fogja, hogy Pristina is tartsa be a brüsszeli egyezmény rá vonatkozó részét. A politikában sokba kerülnek a hibák, nekünk pedig nem voltak fényes pillanataink a koszovói kérdés kapcsán, de büszke vagyok arra, hogy felelősségteljesen és okosan tárgyaltunk az elmúlt 5 évben, mondta Alekszandar Vučić. Hozzátette, az még a jövő titka, hogy a tárgyalások folyamán sikerül-e a szerb nép számára a legjobb helyzetet elérni. Megszüntetik az Európai Unió koszovói jogállamisági missziójának, az EULEX-nek az igazságügyi végrehajtási részét az uniós tagállami kormányok képviselőinek pénteki döntése értelmében. Így ezentúl Koszovó lesz felelős minden átadott vizsgálatért, büntető eljárásért és tárgyalásért. A jogállamiság megteremtésének segítségére 10 évvel ezelőtt létrehozott EULEX jelenlegi mandátuma június 14-én jár le. A misszió ezután már az új megbízatás alapján folytatja működését. A küldetés ezután egyes kiválasztott ügyek és tárgyalások nyomon követésére fog összpontosítani az ország igazságszolgáltatási intézményeiben. Monitorozni fogja a koszovói büntetés végrehajtási szolgálat munkáját, és operatív támogatást nyújt a Szerbia és Koszovó közötti kapcsolatok normalizálásához. A módosított megbízatás hatálya 2020. június 14-éig tart.
Vizsgálódik az Európai Unió a kettős élelmiszer minőséggel kapcsolatban. Győrben fognak bevásárolni a jövő héten az Európai Bizottság kettős minőségű élelmiszereket vizsgáló szakértői, hogy összehasonlító elemzést végezhessenek a termékeken, értesült a Népszava a testület tudományos kutatóközpontjának belgiumi részlegétől. A magyarországi árukat osztrák és németországi boltokban beszerzett azonos termékkel fogják összevetni. A közép- és kelet-európai országok egy csoportjának kérésére az Európai Bizottság tavaly kezdte elvizsgálni, hogy bizonyos élelmiszerek valóban silányabb minőségben kaphatók-e a kontinens keleti felén, mint a nyugatin. Ha az elemzések során beigazolódik a gyanú, akkor a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytató cégeket példásan megbüntethetik, mondta a csoportvezető. Nézzük, mi lesz még a híradóban. A Kárpát-medencei életmese pályázat 10. éve jelenik meg. A hétvégén is marad az átlagosnál jóval melegebb nyárias időjárás. Szülők, nagyszülők életmeséi. Minden családban vannak történetek, amelyeket csak az idősebbek tudnak. A Kárpát-medencei életmese pályázat 10. éve jelenik meg. Célja, hogy széles körben bemutassa a családokban rejlő emberi értékeket és ezek felemelő példáit. A beérkezett írások nagyszülők, dédszülők történeteit mesélik újra. A pályázaton részt vett Sós Georgina, a Pannon Rádió főszerkesztője is. Kolléganőnk írása díjazott lett, és bekerült a műveket összegyűjtő kötetbe. Mindig mutogatták a képjét, hogy ez a mi édesapánk. Elvitték a háborúba, de nem tudjuk, merre van. Egy temerini család 20. századi történetét meséli el a Kendergyári asszonyok férjei című film. A Pannon RTV alkotását Sós Georgina szerkesztette és rendezte. A Pannon Rádió főszerkesztője most papírra is vetette a történetet. Az írás a Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetsége és a Mosolyvirág Nagycsaládosok Debreceni Egyesülete életmese írói pályázatán korcsoportjában 3. helyezést ért el. Sokat kutattam a történtek hátterét, hogy mi, hogyan és miért történt, és most igazából nagyon csábító volt az a lehetőség, hogy ez a mi családi történetünk bekerüljön egy kötetbe, hogy megjelenjen írásos formába is, és talán így még több emberhez eljuthat, és jó például szolgálhat. A Zentai Turzó Lajos általános iskola küldte a legtöbb írást az egész Kárpát-medencéből. Ezt a kezdeményezést már évek óta követjük az iskolánkban, és egyre több diák kapcsolódik be, főleg miután látták, hogy a parlamentben a díját adó. A legjobb írásokért járó elismeréseket Budapesten a Magyarországházban adták át. Idén a szövegek csak nem fele Külhomból érkezett. A hívószavunk, hogy őrizzük meg a családok igaz élettörténeteit, nem csak itt Magyarországon, hanem az egész Kárpát-medencében visszhangra talált. 2018 a családok éve Magyarországon és a Külhonban is. Ez kitűnő alkalom arra, hogy a családok fontosságára felhívja mindenki figyelmét a kormány, mondta a díjátadón Beneda Attila. A család és népesedés politikáért felelős helyettes államtitkár kiemelte, hogy megnövelték a határon túli magyar családoknak járó támogatásokat is. Ilyen egyébként a határon túlélők számára a Köldözsinór program, ahol a babakötvényt, illetve az anyasági segélyt egy kapcsolt eljárás keretében a határon túliak is igénybe vehetik, amennyiben a magyar állampolgárságot igénylik. Az életmese pályázatra érkező legjobb írásokat minden évben kötetbe szedik. Ősszel illusztrációs és felolvasási versenyt hirdetnek ezek anyagából Kárpát-medence szerte. A kötet védnöke Kövér László, magyar házelnök. Lóci és a zenekara játszott a szabadkaiaknak. A 3 éve működő zenekart ma már legjelentősebb fesztiválok nagy színpadain láthatjuk, viszont csütörtökön a VM4K klubban léptek fel. A négyfős zenekar saját megfogalmazása szerint alternatív popzenét játszik. A névadó frontember azt mondta, hogy az egyszerű, vidám, jó dallamokban hisznek. Az este egy stand-uppal összekötött zenei produkció egyvelege volt. Szövegeik gyakran önéletrajzi ihletésűek. Szeretek csöndben lenni, és szeretem megfigyelni azt, hogy ki mire gondol. Nagyon sok dalszöveg is abból születik, hogy beszélgetek emberekkel, és a kortársaim, amiket mesélnek, az ő sztoriaikból lesznek tök gyakran dalszövegek.
A Lóczi játszik legközelebb júliusban, a Dombos Feszten lesz látható Kishegyesen. Felavatták a világ egyik leghíresebb tambura művésze Balázs Janika és zenekarának a szobrát Palicson. Az emlékművet Zvonko Bogdán adta át pincészete előtt. Egy örökérvényű művésznek állítunk emléket, aki egy olyan letűnőfélben lévő kor legnagyobb alakja volt, amely még reméljük fennmarad egy ideig, hangsúlyozta tambura zene mecénása. A bronzból készült szoborcsoportot Frányó Macskovics készítette. Balázs Janika 1925-ben Lukácsfalván született. Haláláig 1988-ig aktívan zenélt. A NASA csütörtök este ismertette a Curiosity Mars járó legújabb felfedezését. A közlemény szerint a Curiosity a Mars közeteit és atmoszféráját vizsgálva izgalmas felfedezésekre jutott. Az új bizonyítékok nem igazolják, hogy a vörös bolygón minden kétséget kizáróan jelen volt az élet. Az eredmények olyan szerves molekulákhoz köthetők, amelyeket 3 milliárd éves felszínhez közeli üledékes kőzetekben azonosítottak. A NASA tudományos missziós igazgatóságának munkatársa szerint az új felfedezések azt jelentik, hogy érdemes folytatni az élet nyoma utáni kutatást az égi testen. A hétvégén is marad az átlagosnál jóval melegebb nyárias időjárás. A 30 fok feletti hőmérsékletek mellé azonban továbbra is társulnak a záporok, zivatarok. A helyi jellegű csapadék főleg szombaton lesz jellemző, amikor többfelé kialakulhat heves széllökésekkel kísért felhőszakadás, illetve jégeső is. A hőmérséklet a legtöbb helyen a hajnali órákban sem fog 20 fok alá csökkenni. A magyar, illetve a szerb labdarúgó válogatott is pályára lép szombat délután. A magyarok a VB résztvevő Ausztráliával mérik össze erejüket Budapesten. Az eddig nyeretlen George Likensnek ez lesz a negyedik mérkőzése a Nemzeti 11 kispadján, és amennyiben negatív eredményt ért el a csapat, akkor az eddigieknél is nagyobb nyomás nehezedhet a szakemberre, illetve együttesére. Az oroszországi világbajnokságra készülő szerb csapat Bolíviával mérkőzik meg. Mladen Krstajic együttesé szintén szüksége van a jó eredményre, hiszen legutóbbi felkészülési mérkőzésükön vereséget szenvedtek. A magyar válogatott szombaton délután 17:30-kor lép pályára Ausztrália ellen, a szerb csapat pedig 18 órakor mérkőzik meg Bolívia legjobbjaival Ausztriában. Eddig tartott a híradó, a nap kiemelt hírei jönnek még egyszer röviden. Martonoson tanácskozást tartottak a koszovói romák kapcsán a faluban kialakult helyzet miatt. Bosznia és Hercegovinán keresztül szeretnének Olaszországba jutni a Horgos környékén tanyázó bevándorlók. 100 kiváló tanulmányi eredményekkel rendelkező fiatal orvosnak adnak munkát és továbbképzési lehetőséget Szerbiában. Legkésőbb 2023 végére el kell készülnie a Budapest-Belgrád gyorsvasúti vonalnak, mondta Pekingben Szijjártó Péter. Köszönjük figyelmüket, további friss híreket a pannonrtv.com-on találnak, ahol riportjainkat, műsorainkat is visszanézhetik. Holnap a Pannon Presszóban vendégül látják Cvitkó Beatrix tetováló művészt. Ezen kívül a Szegedi Deja Vu Fesztivál fellépőivel is beszélgetnek. A Szabadkai Magyar Rádióban vallási műsorokkal is várják a hallgatókat. Most következik napi hírháttér műsorunk, majd Kalamáris és Pannon gazda. 7:30-tól a közelkében a Hódmezővásárhelyen megtartott Alföld állattenyésztési és mezőgazda napokról számolunk be. A 20 órai híradót követően a Hőskeresők című magyar filmet láthatják. Ne váltsanak csatornát!